az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól. Az apostoli hitvallás negyedik hitágazatáról beszélgetünk, amely úgy szól, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Ennek a hitvallásban előforduló mondatnak mindjárt az első szava, hogy szenvedett. Igen elgondolkoztató. Jézust egyszerre valljuk Istennek és embernek, sokan kérdezték a történelem során, hogy akkor hogyan szenvedhetett. A valóság pedig az, hogy valóságos ember volt, már pedig az ember az óhatatlanul valamikor, valamilyen módon szenved az életében, ez hozzátartozik az ember létéhez. Jézus esetében azonban ez a szenvedés különösen nagy volt. Egyrészt az egész messiási pályájának egy látszólagos kudarcban kellett végződnie. Ezt ő belátta, ezt ő megjövendölte a tanítványainak, többször elmondta, hogy Jeruzsálembe megyünk, és ott az emberfiát megölik, stb. Még a tanítványok óvták is tőle, hogy eszébe ne jusson ilyesmi, de ő elutasította ezeket a szirén hangokat, mert úgy érezte, hogy ez a küldetése. Tudjuk jól az evangéliumból, hogy mielőtt elfogják, az olajfák hegyén imádkozik és szenved. Mint vércseppek hullottak alá a berejték cseppjei, valószínűleg szörnyű fizikai kint is kiállt, amikor látta maga előtt plasztikusan, hogy milyen szenvedés vár rá. És amit a Szentírás előad az ő imádságáról, abból azt érezzük, hogy emberségében egy kicsit irtózott is tőle. Kérte volna, hogy múljék el tőle ez a pohár, ne kelljen kiüríteni a szenvedés kelyhét, de elfogadta az atya akaratát. És ez az, ami később is az egész szenvedés történelem során a központi gondolat. Milyen szenvedés volt ez? Hát szenvedés volt már az elfogatás, az elítéltetés, önként vállalt szenvedés, amelyben világossá vált az, hogy ő mindenképpen hűséges az atya akaratához, akkor is kimondja a küldetésének a lényegét, a kivoltának a lényegét, hogyha ez az életébe kerül. Egész pontosan az Új Szövetség előadása szerint a fő bűne, ami káromkodásnak is minősült, vagy annak tekintették, az volt, egyrészt vádolták vele, hogy leromboljátok Isten templomát, harmadnapra fölépítem azt, főként azonban, hogy ő maga azt vallja, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön az ég felőben, az atya jobbján ül. Az emberfia kifejezést saját magára vonatkoztatja, ezt másutt is halljuk a Bibliában, például amikor megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát, és akkor Szent Péter azt mondja, hogy te vagy a messiás, tehát nem kérdés, hogy magára érti ezt a szót. Hát ha ő maga azt vallja, hogy el fog jönni az idők végén, és hogy ő lesz az, aki az atya jobbján ül, aki egyenrangú az atyával, hát ez vagy tényleg szörnyű káromkodás, mert valaki istenné teszi magát, vagy igaz. Ez az a hatalmas kihívás, amivel neki az egész szenvedés történet során szembe kell nézni. Na most ebben a küzdelemben a fizikai szenvedésnek is óriási szerepe van, amit a keresztre feszített szó tökéletesen kifejez. A keresztre feszítésről, mint büntetésről nagyon komoly szakirodalom van, a humanista szerzők is sokat foglalkoztak vele, például Lipsius Justus egy külön könyvet írt a keresztre feszítésről, mint büntetésről. Az antik irodalomnak az összes forrásait, meg az archeológiai leleteket gyűjtötte össze, és bemutatta azt, hogy a római birodalomban mikortól és milyen módon alkalmazták ezt a büntetést. Egészen érzékletesen ábrázolja, hogy milyen kínokat kellett a megfeszített embernek kiállnia. Elsősorban a halál maga nem pusztán attól áll, hogy elvérzett az illető, vagy egy nagy sebtől, hanem egy hosszú kínlódás, egy fulladással egybekötött halál volt, amit esetenként még más kínzásokkal is
súlyosbítottak, tehát például tüzet gyújtottak a talpa alatt, vagy vadállatokat szabadítottak rá a megfeszített emberre. Ismeretes volt, nem is nagyon ritka, fejjel lefelé keresztre feszítés, ugyanígy nem csak T-betű alakját utánzó keresztek voltak, hanem hát két egymással valamiképpen összeszögezett, összeácsolt gerenda is lehetett a kereszt. Tehát azok a hagyományok, amelyek Szent András vagy Szent Péter kereszt halálát őrzik meg a számunkra, azok reális és alkalmazott római kivégzési módok voltak, fajtái a keresztre feszítésnek. A kereszten való szenvedés különböző lépései, azt hiszem, hogy Jézus szenvedés történetében is tetten érhetők. Tehát eleve a megkínzott, a megkorbácsolt ember, akinek már nagy vérveszteségei és fájdalmai vannak, aki tövis koronát hord a fején, akinek vinni kell a kivégzés helyére a keresztet, vagy mind a két gerendát, amit már összeácsoltak, vagy a vízszintes keresztgerendát, lehet, hogy a függőleges gerenda már ott állt a vesztőhelyen, erre is volt példa. Igen valószínű, hogy ezt a legtöbb elítélt nem tudta maga kivinni egészen a vesztőhelyig, mert nem bírta fizikailag kimerült. Jézus esetében is olvasunk arról, hogy elesik a kereszt súlya alatt. Maga megfeszítés azért is borzalmas szenvedés lehetett, mert lelki tartalma volt. Ellentmondást hordozott magában. Tehát ahogyan az evangéliumok előadják, hogy az arra járók káromolták, azt mondták neki, ha te vagy a Messiás, szállj le a keresztről. Sőt, az egyik lator is azt mondja neki, hogy szabadítsd meg magad és minket is. Egyértelműnek látszott, hogy a kereszt halál az kizárja azt, hogy ő a Messiás, hogy ő a Krisztus. A közvélemény a Messiás személyében egy győztes hadvezért várt. Egy olyat, aki megszabadítja az országot az idegen uralomtól. Hát hogy lehetne az a Messiás, akit pont a rómaiak, római módra keresztre feszítettek? Ebben a halálnemben szinte a cáfolata rejlett a messiási küldetésnek. És Jézus még ezt is vállalta, és vállalta azt, hogy a Zsoltár szavait idézi utolsó leheletével szinte, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mert látszólag Istentől elhagyatott, látszólag valamiféle tévedésnek az áldozata, aki nem lett a Messiás, nem lett a szabadító. Erre következik majd a feltámadás. De a kereszt halál pillanatában a szenvedés van itt, a lelki szenvedés is, amely mindezt az ellentmondást egyetlen pontba sűrítve hordozza. Poncius Pilátus alatt halljuk a hitvallásban, hogy kerül Pilátus a krédóba. Úgy, hogy valódi történelmi eseményről van szó. Nagyon fontos, hogy helytartók és főpapok, császárok és más történelmi személyek mentén az időpontot is azonosítani lehet. Tehát nem egy mítoszról van szó, egy örökké szenvedő, örökké meghaló, örökké újra születő istenségről, hanem egy konkrét történelmi eseménysorról, amelyik itt van a mi történetünkben, és amelyiknek van egy olyan időpontja, amihöz viszonyítani lehet, amiről tanúságot lehet tenni. Az első keresztény nemzedékek szemtanúknak a vallomásaira és a odaadó súlyos szavaira és tetteire épültek. Tehát az ő hitük nem egy szép történetnek szólt, hanem egy valódi eseménysornak. Ez nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy Pilátus ilyen szempontból fontos, hogy benne van a hitvallásban. Keresztre feszítették, ismétli meg a hitvallás. Nagyon lényeges ez. A kereszt halálról elmondtuk, hogy tulajdonképpen botrány. Tehát messiásnak valljuk Krisztust, a látszólag vesztest, azt, akit a ellenséges hatalom kivégeztetett. Ezért is mondja a Szent Pál, hogy őt, aki a zsidóknak botrány. Ez a botrány lényeget. Hát hogy lehet messiás az, akit kivégeztek? Hány álmessiás és hamis próféta, hány forradalmi vezér volt, akit kivégeztek abban az időben? De azoknak az emlékét legfeljebb név szerint őrzi a történelem. Nem kezdték el őket tisztelni, nem kezdték el azt mondani, hogy mégis ők voltak a messiások. Egyedül Jézusnak a
híre. Egyedül az ő kereszthalála volt az, ami nem akadályozta meg a messiási mi voltába vetett hitet. A kereszt botrány egyrészt, másrészt oktalanság, mondja Szent Pál. Miért oktalanság? Oktalanság a pogányok számára, hiszen a pogányok a messiás fogalmával nem tudtak mit kezdeni, ők nem vártak messiást. Tehát még ha föltámadt is a megfeszített ember, számukra ez legfőjebb valamiféle apoteózis lehetett, de nem hordozta azt az üzenetet, hogy ebben az emberben Isten megszabadította a népét, megszabadította az egész emberiséget. Tehát egyrészt botrány, másrészt oktalanság, de nekünk Isten ereje és bölcsessége. Így vallja a Szent Pál, és így teljesedik be a kereszt titka a föltámadás fényében. Keresztre feszítették, meghalt és eltemették. Valljuk, hogy Krisztus valóban meghalt. Ez is nagyon fontos része a hitünknek, hiszen ellenvetések jelentkeztek már a korábbi időben is, mondván biztosan tetsz halott volt, biztosan azelőtt vették le a keresztről, hogy tényleg meghalt volna, hát hogyha valamilyen szempényvesztésről van szó. De vallják a tanítványok, hogy valóban meghalt, egész Jeruzsálem vallotta. Josephus Flavius sem azt mondja, hogy keresztre feszítették ugyan, de nem halt meg. Tehát úgy tűnik, hogy a kortársak a halál tényét általában nem vonták kétségbe, akkor se, ha nem hittek Jézusban. Ez is nagyon fontos része a történetnek, hiszen az emberi mi voltunkkal teljesen így vállalhatott szolidaritást. A mi életünknek is része a halál. De nem a végpontja, hanem része, ami után van tovább, és ezt éppen Jézusnak a történetéből látjuk. Meghalt és eltemették. A temetés mozzanata is fontos, ezzel is szolidaritást vállal az emberrel, és a valódi temetés, meg a sírnak a helye később a föltámadás történetében komoly szerepet kap, hiszen üresen találják majd a sírt, és megkérdezik az asszonyok, hogy ki fogja elhengeríteni nekünk a követ a sír bejáratától. Tehát ez is a legősibb hagyomány és a legősibb vitapontok egyike, hogy hogyan lehetett az, hogy a temetés után mégis üresen találták a sírt. Azt nem mondják, hogy a halott nem volt igazán halott, és majd ő a saját erejéből elhengerítette volna a követ. Inkább az a vád fogalmazódott meg, hogy a tanítványok ellopták a holttestet, ugye? Erre vonatkozóan kezdtek el keringeni különböző híresztelések. Azonban a valódi halál és a föltámadott megjelenései minden ilyenfajta spekulációt kizárnak. De hát a föltámadásról majd még lesz szó. A temetésben van egy nagyon különleges mozzanat, az, hogy olyan sírboltba helyezik, ahol még senki sem feküdt. Általában a sírokat vallási szempontból abban a korban tisztátalannak tekintették. Jézus sírja nem tisztátalan. Jézusnak a személye, még a halott teste sem az. Tehát ő megérdemli a szeretetünket, megérdemli a tiszteletünket már abban az állapotában is. És aztán szó van persze a hagyományban nagyon sok mindenről, Ádám sírjától kezdve sok mindenféle legenda élt a korabeli emberek között. Így például fölbukkan az az elem, amit a kereszt ábrázolásokon látunk néha, hogy a keresztfa tövénél egy koponya, esetleg néhány lábszárcsont van keresztbe téve. Mint hogyha Ádámnak a sírja fölött magasodna a kereszt, mint hogyha az a büntetés, ami az emberiség számára a halál, hiszen a Biblia büntetést lát az ember halálában, nem pusztán a természet működését, éppen az ember halhatatlan lelke miatt, éppen amiatt a kiválósága miatt, ami nem szabad, nem elfogadható, hogy a földi halállal véglegesen megszűnjen. Na, ezért van az, hogy büntetést lát a halálban, és ezt a büntetést Jézus kereszt halála feloldja,
utat nyit nekünk az üdvösségre, utat nyit az embernek az örök életre. Erre mondják, hogy amit Ádám bűne elrontott, azt a második Ádám helyreállította és magasabb szintre emelte. Tehát ez is egy kicsit az eltemetés mozzanatával függ össze. Persze vannak ennek érdekes kísérő jelenségei is. Ugye Nikodémus, Arimateai József, Jézus körében, Jézus tanítványai között voltak korabeli értelmiségiek is, nem csak egyszerű halászok. De ezek az írástudók és értelmiségiek olyan diszkréten mennek Jézushoz. Ugye Nikodémusról még azt is olvassuk, hogy titokban ének idején megy el hozzá beszélgetni. Ezek az értelmiségiek óvakodnak nyíltan kiállni mellette, de itt, a kereszthalál pillanatában úgy tűnik, hogy megemberlik magukat, és felajánlják a saját sírhelyüket, közben járnak a helytartónál, elkérik a holttestet, szóval valami bennük is megváltozik. Az eddigi óvatos és saját egzisztenciáját féltő közeledésből egy odaadó és határozott magatartás lesz. Ez is a temetésnek az üzenete. Halál, megváltás. Mikortól keresztáldozat? Áldozat. Milyen értelemben áldozat? Ezekre a kérdésekre az utolsó vacsora története adja meg a választ. Hiszen az utolsó vacsorán Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy vegyétek, egyétek, mert ez az én testem, amely értetek adatik. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, amely értetek kiontatik. Egyik másik tudósításban még az is ott van, hogy a bűnök bocsánatára. Ezt a cselekedetet kereszthalála előtt végzi Jézus. Tehát már a föláldozott testét és vérét adja a tanítványoknak, miközben még a kereszthalál nem történt meg. Tehát úgy vagyunk ezzel, hogy az Isten időtlensége és idő felettisége érintkezik a mi emberi tudatunkkal, érintkezik az idővel. És akkor mindig föllép számunkra a paradoxon, a látszólagos ellentmondás, hogy adhatja nekünk még föl nem áldozott testét és vérét, mint föláldozottat. Úgyhogy az ő számára nincs előbb és később. Ugyanezt kérdezzük akkor is, amikor a szentmise áldozatról valljuk, hogy mindig ezt tesszük az ő emlékezetére. Hát hogyan lehet jelenvaló Krisztus kereszthalála és kereszt áldozata minden szentmisében, mikor egyetlen áldozat teljes értékű, egyszer s mindenkorra megváltotta a világot? Úgyhogy ez nem másik áldozat. Úgyhogy térben és időben jelenvalóvá válik többször és több helyen, anélkül, hogy megsokszorozódna. Mert Isten oldaláról nézve nem köti, nem békjózza meg ezt a valóságot a tér és az idő, hanem lehetséges az, hogy újra és újra a világ különböző pontjain teljes igazságában és intenzitásában jelenvalóvá váljon. Tehát ez a hitünk, és ez valóban misztérium. De hát ilyen Isten valósága. Nem tudjuk az emberi fogalmainkkal fölmérni és kimeríteni. Ezért is mondjuk, hogy a kereszt titka, a kereszt misztériuma, az a mozzanat, amelyben Isten az emberrel a legszorosabban érintkezik. Jézus Krisztusnak, az Isten embernek a legnagyszerűbb tette. Poncius Pilátusnak a szerepe az nagyon izgalmas, és azért mondjuk érdekes lenne azon elgondolkodni, hogy hogyan ítéltetett meg ő. Tehát Jézus Krisztus hogyan ítélt? Hát nyilván nem a mennyországba került, de most akkor hitetlen lévén ő nem követett el akkora árulást, mint mondjuk egy hívó követett volna el, hogyha nem áll ki Istenért. Tehát ez sokakat foglalkoztatott azóta is, azt hiszem. Poncius Pilátusról egy-némely dolgokat tudunk. Tehát tudjuk azt, hogy valóban Júdeában helytartóként működött, tudjuk azt, hogy keménykezű, kegyetlen ember volt, hiszen a nép körében az ő parancsára vérengzésekre is sor került. Tudjuk azt, hogy nem sokkal Krisztus keresztre feszítése után visszahívták aztán őt, valószínűleg éppen azért, mert a helybeli lakosság olyan mértékben bepanaszolta a császárnál, hogy részben kegyvesztetté vált, és úgy látták, hogy nincs értelme tovább ott tartani őt. Tehát az a történet, ami a keresztre feszítés előtt
játszódik, hogy azt mondanák a népvezetői Pilátusnak, hogy ha nem ítéled el, akkor nem vagy a császár barátja. Ebben benne van már egy ilyen főjelentésnek a fenyegetése, hogy hogyan hangzott el, nem tudjuk. De hogy ez az akkori szituációnak, az akkori emberi helyzetnek megfelelő ábrázolása, az biztos. Hiszen később Pilátus tényleg egy ilyesmi légkörben, vagy egy ilyen alaphelyzetben veszíti el a felsőbbségnek a bizalmát. Na most azt, hogy Pilátusban személyesen mi játszódott le, ezt nem tudjuk. Ha az Új Szövetség könyveit figyeljük, ott azt látjuk, hogy ő mentegetőzik, hogy vizet hozat, kezet mos, azt mondja, ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől. Ez azt mutatja, hogy talán vívódott magában, vagy legalábbis megszólalt a jogérzéke, úgy látta, hogy a római jog szerint a vádlott nem követett el olyasmit, amire halálra kellene ítélni, mégis elítéli. Tehát nyilván ez egy közhatalmat gyakorló ember részére jelenthet komoly lelkiismereti problémát. És egy másik nagyon izgalmas dolog a halál, amiről egyre többen nyilatkozzák most neves értelmiségiek, lehet látni a tévében, hogy nem tudok mit kezdeni a halállal. A keresztényeknél ez a dilemma, ez nem áll fenn, és ezt mi most előbb hallottuk ebben a nagyon érdekes kifejtésben, hogy ez Jézus Krisztusnak a kereszt halála tette lehetővé, hogy számunkra a halál az nem mindennek a vége, hanem egy kezdet és egy logikus folytatás. Mi azt valljuk, hogy Krisztus kereszt halálának, vagy megváltó művének érdeméből nyílt szabad útja az embereknek az örök boldogság felé. Majd később lesz szó még a hitvallás magyarázatában arról, hogy ez vonatkozik a Krisztus előtti nemzedékekre is. Az emberiség kezdeteitől fogva a szent és igaz életű emberek, ha tetszik, a mi kifejezésünkkel várták, hogy a boldogságba bejuthassanak, és ezt Krisztus érdeme teszi lehetővé az ő számukra is. Mondhatjuk azt is, hogy mindazok, akik keresik az Istent és az ő akaratát, és mindazt megteszik, amit ebből fölismertek, azoknak sem lehetetlen, hogy Isten irgalmából Krisztus megváltó áldozata alapján bebocsátást nyerjenek az örök boldogságba, hogy erről beszél nem csak a II. Vatikáni zsinat, hanem beszél erről már az ókeresztény irodalom is bizonyos értelemben. Tehát fontos dolog az, hogy ő az egyetemes üdvözítő, minden embernek a megváltója, és aki el tudja fogadni a megváltásnak ezt az ajándékát, az az örök boldogságra fog fölébredni a halál után, vagy az örök boldogság reményében élhet már most is, a halál ugyanis nem vége mindennek. Egyébként Istennek a mindenhatósága és irgalmas, szerető atyai volta, nem is lenne elképzelhető, ha itt a Földön a életünk végével mindennek vége lenne. Mert hát tudjuk azt, hogy bizony ártatlan emberek is szenvednek, tudjuk azt, hogy nagyon sok ember hibáján kívül szörnyűségeket kell, hogy elviseljen, másnak pedig, aki maga az elkövetője ezeknek a borzalmaknak, éppenséggel jól megy a sora. Tehát ez a földi élet számunkra egy lezáratlan, egy nyitott történet. Akkor teljesedik be, ha majd látjuk azt, amit a teljes igazság fényében látni lehet. És mondhatjuk azt, hogy az apostoli hitvallásnak ez a mondata, ez a negyedik mondata tulajdonképpen Krisztusnak az emberi oldalával foglalkozik, és azt emeli ki. Feltétlenül, hiszen itt még nincs szó a feltámadásról, itt arról van szó, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Ha ez volna a vége, akkor valószínűleg nem lett volna kereszténység. Akkor azt mondták volna, hogy hát igen, ez egy sikertelen történet volt, jó szándék és nagy elszállás kísérte, de végül is nem hozta meg a szabadulást, hiszen az Emmauszi tanítványok is, pedig akkor már hallották a föltámadás hírét, hazafelé indulnak, és azt mondják, hogy hát pedig már azt hittük, hogy ő fogja megváltani a népet, de hát keresztre feszítették, és ennek már negyed napja. Csüggetten távoznak. És ennyi lenne a történet akkor, hogyha a temetés lett volna az utolsó esemény.
Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.